Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura kedves nézőit. Önök most a virtuális stúdiónkból jelentkezünk Önökhöz. Juhász Gergely, a Konklud ZRT vezérigazgatója a kedves vendégem. Szia Gergő! Szervusz Isten, üdvözlöm a nézőket! Téged most elég régóta ismernek már a kedves nézők, mert most már lassan 10 év óta rendszeresen jársz a műsorunkban, és ugye állandóan én riogattam a kedves nézőket, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz a világban, és ma ezek a rémálmaink kezdenek valóságra válni, és ugyanakkor nem a koronavírusról, mint egészség méteiről beszélünk, hanem egy gazdasági vírusról, ami talán nem is olyan régen kezdődött el, mint a koronavírus, de viszont sokkal jobban fertőzi a világot, mint azt kiszámíthattuk volna előre. Mit prognosztizálsz? Egyrészt a magyar forinttal kapcsolatban, a euróval, a világgazdasággal, meg az egész konglomeráció, amit most jelentkezett. Pár napja beszéltünk, hogy megrohamoztak, hogy mindenki aranyat akart venni, aztán egy kicsit elült a vihar. Mi a fene van a világban? Világgazdaság összefüggéseiről talán vannak avatottabb szakértők is nálam. Én ugye ennek egy viszonylag szűk szeletét, a nemesfénypiacokat látom nagyon közelről. De ami látszódik itt, hogy, és elnézést is kell kérjek tőled, hogy múltkor neked volt igazad István, mert én alulbecsültem ezt, azt hiszem a múltkori adásunkban, hogy ezt a koronavírust, hogy ez valóban sokkal nagyobb hatású esemény, mint amire számítottam én eredetileg. Az látszódik, hogy ez a leállás, amit okozott ez a tulajdonképp azt hiszem 1,3 milliárd ember van kvázi így karanténban, vagy otthoni home office-ban, ugye most ez a új divat szó. Ez tulajdonképp egy olyan, mint a falnak ment volna így ez az egész kapitalizmus, ami eddig volt. Kivéve néhány szegmest, ami pont jól jár ezzel, hát ugye az élelmiszer házhoz szállítás, és hát ennek egy ideig nyilván az aranykereskedők is a jó oldalán álltak, de viszonylag hamar bekövetkezett az, hogy minket is nagyon komolyan érintett a szállítmányozásnak a leállása. Aztán pedig ugye maguk a finomítók is leálltak, tehát nem tudtunk árut vásárolni. Na, akkor menjünk egy kicsit a mélyére, mert valóban most nem az aranyfinomítók problémáiról kell beszélnünk, hanem a világ problémáiról. Ugye évek óta arról beszélünk, hogy valamilyen módon ez a pénzlufi, amit éjjel-nappal nyomják a pénzt a világban, annélkül, hogy bármiféle fedezete lenne a jellegi pénznek, ez a lufi egyszer ki fog durranni. Azt hiszem pont a te oldaladon olvastam, hogy kinek milyen aranytartalékai vannak. IMF 3000 tonna aranyjal készül. Na most, hogyha ő úgy hitelezett idáig, hogy nem kellett, hogy mögötte legyen igazából bármiféle tartalék alap, hanem csak a világban nyomhatta a pénzt és osztogatta az embereknek, és ő sok sok kormányt megnézünk, ugyanúgy nagyon komoly arany felhalmozásuk van, és elvileg ugye ebből arra következtettünk, hogy mindenki készül valamire. Hogy látod ezt a dolgot? Hát borzasztó nehéz felmérni, hogy most tulajdonképpen mi van. Van olyan közgazdász, aki azt mondja, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az embereknek átmenetileg adnának egy kvázi fizetést, és miután felmérték, hogy kit mekkora kár ért, utána azt, amit most kifizetnek nekik, azt visszavennék. Most olvastam egy ilyen kis cikket, hogy ez összesen 300 milliárd dollárjába kerülne az USA-nak egy másfél hónapi leállás esetén, ami nem egy nagy pénz, azokhoz a mentőcsomagokhoz képest, amit a politikusok egymást túllicitálva kezdenek bejelenteni. Tehát amit milliárd dollárok itt repkednek, ezer milliárd dollárok repkednek, olyan felfoghatatlan összegek, ami a 2008-9-es válságban is
megmosolyogtató lett volna, hogyha ilyen számokkal kezdenek dobálózni, és nekem olyan érzésem van, hogy gyakorlatilag annélkül, hogy pontosan tudnák, hogy hol kell beavatkozni, hogy leállt gazdaságról beszélünk, tehát hiába öntöm bele a pénzt, mert ha le van állva, attól nem fog jobban forogni, és ehhez képest az USA-ban is ugye 2000 milliárd dolláros program, és így tovább, és így tovább. Hát emlékezzünk vissza, hogy 2008 őszén ott 5-600 milliárd dollárral már meg lehetett fordítani az akkori óriási pánikot. Most pedig annak a 4-5-szörösét elkezdik emlegetni. Tehát ebből is látszódik, hogy a piac gyakorlatilag immunissá vált arra, hogy mennyi pénzt öntenek bele. Tehát, sőt, hát ilyen addikciós jelenség van, mint egy alkoholista követelni a több, még több szeszt ahhoz, hogy egyetlen életben maradjon. Szeszt? Igen, tehát, yeah. Igen, tehát, mint, ilyen, tehát hozzászokási jelenség van, tehát mindig egyre több és több pénzt kell önteni a gazdaságba, be kell ígérni egyre nagyobb és nagyobb támogatási programokat, ahhoz, hogy meg tudjon nyugodni a pénzpiac. Tehát a bizalom annyira kezd elveszni, hogy egyre nagyobb és nagyobb összegeket kell ahhoz bejelenteni, hogy úgymond megnyugodjanak a szereplők. Na most persze, most legárgusabb szemekkel ugye azt nézi mindenki, hogy hogyan terjed a vírus, milyen számok vannak, milyen tesztek jönnek ki, el lehet-e szeparálni a betegeket a nem betegektől, ez ugye gyors tesztek kellenek, és így tovább, és így tovább. És mindeközben meg hát azt látja, azt olvassa az ember egy teljesen más jellegű információt, hogy gyakorlatilag Olaszországban nem halt meg több ember, mint amennyi szokásosan megszokott halni ilyen időszakban. Amerika nagyon messze van. Ismerek olyan amerikai állampolgárt, aki itt él Magyarországon, és napokban hívott, hogy kapott 2600 dollárt Trumptől Amerikából. Ugyanakkor naponta 4000 ember megy munkanélküli állapotba, ugyanis hogy semmiféle jövedelmet nem biztosítanak neki. Tehát én azt láttam ebbe a kérdésbe, hogy itt ez csak egy álombeszélgetés, hogy itt majd pénzeket, ingyen pénzeket osztogatnak az embereknek, és most nem azért, hogy most reklámot csináljak neked, de tényleg nyugodtan köpködhetek, kedves nézők, akik egy másfél évvel ezelőtt ezt a Gold Resort, vagy az énaranyam.hu-t elindították, és van már egy kis aranyfedezetű tartalékuk, azok milyen nyereséget tudnak elkönyvelni a mai nappal, mondjuk ha egy éves futamidőt veszünk alapul. És meg hányan hát, igen, tehát biztosan hallottátok mostanában, hogy a Magyar Nemzeti Bank bejelentette, hogy rekord nyeresége volt a mérlegében. Azt, ha jól emlékszem, a számra 250 milliárd dollár. Bocsánat, forint. 250 milliárd forint volt a nyeresége, amiből egy olyan 140 milliárd forint az aranyon keletkezett. Ugye 28 tonna aranyat vásárolt Magyarország 2018 őszén, és ennek az átértékelési nyeressége körülbelül 130-140 milliárd forint. Úgy tudom, hogy ezt a koronavírus elleni küzdelemre már rögtön gyakorlatilag valamilyen formában be is juttatja a költségvetésbe. Ez egészen elképesztő hozam, ugye körülbelül egy olyan 50-60%-ot keresett a bekerülési értékéhez képest a Magyar Nemzeti Bank ezen az aranytartalékon, a mai napig, hogy eladta volna, úgy tudom, hogy nem adták el. Na most körülbelül hasonló hozamot értek el, persze akik 2018 őszén már a kezdetekkor elindultak ezzel, és megdöbbentő módon, vagy hát az elmúlt pár napban azért láttuk is, hogy főleg a Conclude-ban, tehát ahol ugye ez a hagyományos adok-veszek megy, hogy nagyon sokan elkezdték eladni az aranyat, tehát visszaadták egy 50-60%-os nyereségtartalom mellett,
Vannak érvek pro és kontra, tehát az, hogyha valaki ugye ennyit keres, akkor nyilván szeretné pénzét tenni. Láttunk olyan ügyfeleinket, akinek sajnos földbeállt a vállalkozása, például szórakoztató helyet üzemeltet, tehát, vagy éttermet üzemeltet, építkezési vállalkozó, és így tovább, és így tovább. Ők olyan szinten bajba kerültek, hogy valóban hozzá kellett nyúlni ezt az aranytartalékhoz. Szerencsére ez egy olyan eszköz, amit azonnal pénzé is lehetett tenni. Mások viszont úgy gondolják, és ők vannak többségben, én úgy látom, hogy ez az egész még csak most kezdődik. És van benne egy kis pihenő, mert az egyik ügyfelem így mondta, hogy az embereknek a receptorai már telítődtek a rossz hírekkel. Tehát elegük van abból, hogy itt félniük kell, elegük van abból, hogy nem mehetnek ki, és nyilván az emberi szervezet így védekezik, viszont a vírus lehet, hogy le is fog vonulni, vagy lecsendesedik, vagy találnak ellenszert, de a gazdasági mellékhatásai, ezek velünk fognak maradni sajnos elő, láthatólag nem egy ilyen visszapattanás lesz, egy nagyon gyors visszapattanás, hanem egy lassú felgyógyulás. És hát a pénznyomtatás az velünk fog maradni, annak a hatása, ugye pénzhigulás, az pedig az arany árában egy igen jelentős emelkedést eredményezhet. Körülbelül egy olyan 3 hete írtam egy cikket egy blogbejegyzésben, hogy 2008 őszén ugye az történt, hogy hasonlóan egy hirtelen likviditási válságba futott bele a világ, mint ami most is kezdett kibontakozni egy pár hete, hogy gyakorlatilag elkezdték eladni, mert befagyott az ingatlanpiac, befagyott gyakorlatilag, hát az államkötvénypiac is egy darabig befagyott, és ugye gyakorlatilag mit lehet ilyenkor csinálni, ami a leglikvidebb, azt adják el, tehát az aranyat is elkezdték eladni, volt egy pár nap, amikor most bejött az arany egy elég nagy szakadásba kezdett, és utána viszont, ahogy kezdték bejelenteni ezeket a stimulusokat, ezeket a csomagokat, itt repkedtek tényleg a dollárban 1000 milliárdok, úgy szépen lassan az arany elkezdett felfele menni, és euróba kifejezve, forintba kifejezve, abszolút csúcsra ment újra. És ez várható egyébként, tehát ha le is cseng a vírus, akkor is ezeknek az intézkedéseknek, amivel a gazdaság újraindítását hivatottak ugye beindítani ténylegesen, ezeknek ez a mellékhatása, hogy jóval több pénzmennyiség kerül ki. Magyarán, jó magyar szóval, higul a pénz, és ilyenkor az aranynak emelkednie kell definíciószerűen. Most igazából két dolog is, ugye talán átküldtem neked, a miniszterelnök úr nyilatkozott, hogy nem tudják megvédeni a forintot. Tudod, ez olyan 350-nél kezdődött el, ma 370 körül van. Április 7-én vagy 8-án, vagy nem is tudom már itt a karanténben. Ma volt egy nagy erősödés, igen, 270-en megfordult, ma 256-ig lementünk. Ez azért, most azért, 356-ig. Bocsánat, 370-ről 356-ig, igen. Ez azért volt, mert az a bizonyos lélegzetvétel most a napokban, tegnap meg ma érződött nagyon, hogy a tőzsdék is nagyon nagyot felpattantak. Igen ám, de lehet, hogy ez csak időleges, mert ugye a nagy világgazdasági válságban, és ugye 29-ben rekordszintről indult el a részvénypiac, volt egy hatalmas nagy beszakadás, és utána annak a kétharmadáig visszajött első körben az árfolyam, tehát ledolgozta kb. A kétharmadát, és utána jött egy nagyon-nagyon csúnya és nagyon fájdalmas időszak. És ugye ezt találgatja most mindenki, hogy most ezt fogjuk újra átélni, vagy pedig nagyon
nagyon hamar visszatér a fogyasztói bizalom, az üzleti bizalom, és 3 hónap múlva itt már mindenki repkedni fog, éttermek, teraszán fog ücsörögni, és szürcsölni fogja a limonádéját mondjuk 900 forintért. Te miben hiszel? Hát először is ugye én most ilyen magyar gazdaság szempontjából, tehát még az átkos szocializmusban majdnem önellátó volt ez az egész ország, és ma látjuk, hogy az árucikkeinknek jó 85%-a az importból származik, és ezeknek a nagy része ugye óriási multinacionális cégekhez kötődik. Na most ezek a multinacionális cégek egyértelműen azon az áron fogják beadni ide, ahogy az euró árfolyam van. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszerárak, meg minden műszaki cikkára, meg bármi, ami nap mint nap kell, az egekbe fog menni. Ugyanakkor hiába öntik a gazdaságba is apró pénzeket, már az embereknek, ha egyáltalán remélem ez elindul majd, mert ha nem adnak az embereknek pénzt, nem fognak éhezni, hanem megtalálják azokat az óriási oligarchákat, meg óriási áruházakat, ahonnan ki elégítik a szükségleteiket, és ezt a pillanatot ne akarja megérni ez az ország. És igazából nekem a nagy álmom az lenne, hogy egy kicsit leválni az eurozónáról, és már itt évtizedek óta beszélgetünk arról, hogy mi lenne, hogyha egy kettős pénzrendszer alakulna ki, és ez a belső pénz a magyar árukra, a magyar emberek közötti kereskedelemre vonatkozna, ami függetlenné tenné ezt a kis országot attól, hogy a multik fölnyomják az egekbe az árakat, és az emberek, és most nem arról a kisebbségről beszélünk, aki ma se azon aggódik, hogy mit teszik majd 3 hónap múlva, hanem azok a milliók, akik ma vesztették el az állásukat. Nem ma milliók, hanem összesen akik egyre kitettebbek ennek a rendszernek. És érdekel, igen. Igen, mondjad. Az importált inflációról beszélsz, tehát hogyha gyengül a forint, és ugye importra kényszerülünk, akkor teljesen természetes módon az import árak ugye emelkednek, és a kereskedő nem lesz hajlandó veszteséggel dolgozni. A marzsa egy részéről lemondhat, de olyan nagyon sok marzsról nem mondhat, mert olyan nagyon sok tartalék azért nincsen ebben, tehát emelni fogja az árat. A kérdés, hogy ez milyen vásárlóerővel fog találkozni, mert azt látszik, hogy az a fizetésemelés, az a bérnövekedés, ami a magyar piacon bekövetkezett az elmúlt 1,5-2 évben, az itt 2 hét alatt gyakorlatilag a semmivé lett. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy hát érdemes beszélgetni olyan HR-esekkel, akik ugye például informatikusokat vadásztak korábban, és most meglepő módon az informatikusoknál is nem arról beszélgetnek, hogy fizetésemelés, hanem egy részük, akik mondjuk nem a biztonsági rések betömködéssel foglalkoznak, hanem mondjuk fejlesztése nehezebb, pedig ők a legkúrensebb munkaerőpiac, és gondoljunk el, hogy mi van akkor azokkal, akik vendéglátóiparban dolgoztak. Tehát gyakorlatilag nem lesz elég bértömeg, ami keresetet tudjon generálni, úgyhogy az államnak itt be kell avatkoznia. A másik pedig, amiről beszéltél, itt a globális kereskedelem. Tehát a globális kereskedelem egyébként azért kapott egy óriási pofon most. Tehát az látszódik, hogy amennyiben a szállítmányozás ugye megsérül, akkor például az élelmiszer ellátás biztonsága is megkérdőjeleződik. Tehát lehet, hogy át kell gondolni ezt az egészet, és valóban sokkal inkább lokális, esetleg jóval diversifikáltabb, tehát mondjuk nem importra szoruló élelmiszeripart kell itt felépíteni, tehát nyilván ez most a, tehát eddig ugye mindenki a globális kereskedelemben hitt, vagy hogy ezt hajtja előre a kapitalizmust, az árak kiegyenlítődnek, győzzön a jobbik, a fogyasztó kegyeiért hagy versenyezzünk mindenhonnan az egész világon, jó az a csillai cseresznye télen, ugye, de most ez egy óriási pofont kapott, és hadd térjek vissza a mi kis piacunkra, ugye a nemesfém piacokra, amik a
világ egyik legglobálisabb piaca, és ha szabad elmondanom, hogy mi történt ebben a pár napban, az nagyon tanulságos. Tehát a következő történt, hogy ugye március 18-án, 16-án, tehát most pontos dátum nem emlékszem, 50 kilométeres kocsisor alakult ki ugye a magyar határon, ahogy bejelentették a korlátozásokat, és gyakorlatilag az értékszállítás is megfeneklett ott egy-két napra. Tehát gyakorlatilag nem tudtak átjönni a határon. Tehát egy ilyen globális piac is, ugye azon tanakodtunk, hogy mit csináljunk. Na most sikerült azért ezt megoldani egy másfél-két nap alatt, tehát sikerült még a megrendelt árukat ugye beszállítani, és rá két-három napra pedig leállt a három legnagyobb finomító a világon, ugye ez a Dél-Svájcban vannak, az Olasz-Svájc Ticino nevű tartomány, a Kantonban, amelyek a világ arany előállításának az egyharmadáért felelősek. Tehát az történt, hogy hiába volt óriási kereslet az aranyrudakra, lapkákra, stb. Nem lehetett kielégíteni, mert nem lehetett beimportálni, nem volt elég árualap, illetve hát aki ezt ugye meghallotta, hogy itt ez történt, az azonnal rácsapott a készletekre, mi is igyekeztünk bevásárolni azonnal, és behozni az árut, és utána viszont, és azóta is állnak ezek a finomítók, ami azzal járt, hogy szétesett az aranypiac. Tehát én ugye ezt 11 éve csinálom, és ilyen még nem volt, ez egy abszolút globális piac, hogy szétesett ilyen lokális piacokra. Tehát azok a nagykereskedő partnereink, akikkel dolgozunk, oda-vissza, tehát mi is adunk nekik, ők is adnak nekünk, hirtelen azt mondták, hogy elkezdtek felfele menni a marzsok, tehát a 100 g-os aranylapkát hirtelen, ami körülbelül egy olyan 1-2%-kal van a világpiaci ár fölött, azt elkezdték 10-15%-kal a világpiaci ár fölött ajánlani egymásnak. Tehát valami hasonló zajlik le egy olyan esetben, mikor széthullik a globális kereskedelem, és ilyen lokális piacok alakulnak ki. Itt az aranypiacon ez most lezajlódott teljesen egyértelműen. Szerencsére úgy hallottuk, hogy egy-két héten belül, tehát valószínűleg húsvét után már újraindulnak a finomítók, és utána zavartalan lehet majd megint az áruállátás. Mi ezt ugye úgy tudtuk kiküszöbölni, mert ugye a Gold Resortba áramlott be a pénz, tehát az amögé aranyat kell tenni, különben le kell állítsuk akkor a kereskedést, aranyat, ezüstöt kell mögé tenni, hogy Zürichbe tudtunk venni egy nagyobb ezüstkészletet, azt rögtön letároltuk, azzal tudtuk kiszolgálni az ezüstkeresletet, és az aranykeresletet pedig, hát Londonban most 12,5 kilós rudakat kezdtünk el vásárolni. És ez hogy fog Magyarországra kerülni? Tudod, ez mindig elég sok példát ismerek, hogy ilyen virtuális... Ez nem probléma, tehát nem probléma ez, mert ezeknek elég... Tehát gyakorlatilag most ezek az európai aranypiacok széttördelődtek, és kiszívták belőle az árut. A Londonban viszont maradt bőven 12,5 kilós rúd, aminek viszonylag szűkebb árése meg tudtuk venni, és amikor újraindulnak a finomítók, ezt el fogjuk tudni adni, és ebből a pénzből azonnal fog tudni vásárolni. Ugye nem sok embernek van 242 milliója hirtelen, mert pont néztem, hogy annyiba kell legyen. Egy darabot nem lehet eladni ebből Magyarországon, így direktbe. Meg is hirdettük a Konkúdnak a weboldalán, hogy lehet rendelni, kitettük, hát 220-240 millió forint. Tehát én is emlékszem. Két kérdésem is van. Az egyik tőled jött, ugye nagyon sokan ugye értékpapírból elkezdenek kimenekülni a bankoktól, a nagyobb összegű lekötéseiket elkezdik fölvenni. Az ingatlanárak napról napra zuhannak lefelé, tehát nem tudom, aki ebbe a piac van, az még
hozzá tud szólni, és menekülnek fizikai aranyba, sajnos ez is, de nem, gyémánba, idődalmoda. És ugyanakkor tőled hallottam, és ezt beszéljük már meg, hogy hogy lehetnek az aranyvásárlásnál biztonságba. És mindenkitől elnézést kérek, akinek most valóban 20 forintos problémái vannak, és amikor én ezt a belső kereskedelmet erőltetem itt Gergővel, pontosan nem csak aranyba lehet itt gondolkodni, hanem répába, krumpliba, és a hazai ipar által megtermelt olyan termékekbe, amit utána egymás között tudunk értékesíteni, annélkül, hogy eurót vagy ilyen értéktelen forintot használnánk. Ez egy másik adásnak a része lesz, viszont tőled hallottam, Gergő, hogy megjelent nagy mennyiségben a hamis aranya a piacon. Hogy tudja az ember biztonsággal, hogyha nem csak konklúd van természetesen ezen a piacon, hogy ne legyen átverve, és ezek az óriási különbségek, hogy egyik helyen 1 kg arany 19 millió 500 ezer, a másik helyen 24 millió, tehát valami olyasmi nagy kacsvasz kezdett itt elindulni, mint annak idején a fekete piacon, a háború után, amikor zongoráira árulták a krumplit. Bocsánat, hogy ilyen példája. Igen, a beszélgetésünkben, ha visszaemlékszem, nem egészen pontosan így volt, hogy hamis arany, hanem olyan arany alapú termékeket kezdtek árulni, ami mögött nincsen fizikai arany, hanem csak egy virtuális tőzsdei arany. Ezt ugye lehet olcsón árulni, csak nem lehet lehívni, nincs mögötte fizikai arany, és hogyha ez a szétszakadás, ami most történt az aranypiacon, hogy a fizikai aranyára 10-15%-kal a tőzsdei aranyár fölé ment, ez tartós maradna, akkor ezek gyakorlatilag elértéktelenedhetnének. Tehát én ezt úgy értettem, hogy most először láttunk 10-valahány év alatt ilyet, hogy tartósan a fizikai aranyára szétvált a tőzsdén jegyzett aranyárától, ami mögött ugye nincsen fizikai arany. Ez egy tünet, ami a gazdaságra is azért valamilyen szinten kihat. Volt is ebből egy kisebb pánik a New Yorki Comex-en körülbelül egy másfél hete, amikor nagy alapkezelők elkezdték kirángatni a tőzsdei futures-ök alól a fizikai aranyat. Ott ugyanis úgy van az árjegyzés, hogy potenciálisan le lehet kérni fizikai aranyban is az aranyat. Ez nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni, mert nincs rá szükségük. Tehát ő megveszi, spekulál vele, aztán eladja. Most viszont az történt, hogy pont ez a március 18-19 környékén, hogy óriási nagy piaci szereplők elkezdték, akik ugye vételi pozícióban voltak a New Yorki Comex-en, azt mondták, hogy jó, az áprilisi lejáratokat kérem szépen adjátok ki fizikai aranyban, és ugye kiderült, hogy nincs elég arany. A New Yorki tőzsdének a raktárében ugye 5 ilyen nagy raktárban vannak elhelyezve, és az történt, hogy Londonból kellett volna átszállítani, igen, ám csak át kéne önteni, mert a londoni az 400 unciás, a New Yorki tőzsdeképes arany pedig 100 unciás. És ezt úgy oldották meg, hogy összeül gyorsan egy ilyen válságstáb, tényleg, és azt mondták, hogy holnaptól el lehet fogadni a londoni aranyat is a teljesítésül. Tehát viszont, hogyha Londonba is ki tudnák szívni az aranyat, akkor a gatya le van tolva, tehát a király mesztelen. Tehát ugye ez sajnos ez egy ilyen dolog, hogy kiderült, hogy akkor a pénzek kezdtek szembe jönni a fizikai aranyjal szemben, amiket nem lehet kiszolgálni fizikai aranyjal. És ez az élmény, ez így belém égett, mert szó szerint talicskával öntötték be szinte a forintot is, ugye hozzánk nyilván a forintot, tehát ugye vittük hátra tényleg így ölszámra a pénzt, és közben a szép meg kiürült, tehát mert ugye kezdtük eladni, és hiába van még
külső értéktárunk, és éppen le volt blokkolva a határ, tehát nem tudtuk behozni. Tehát ez igen, igen stresszes helyzet, egy pár nap volt. Tehát azért is írtam erről, mert ez egy olyan élmény volt, hogy én úgy érzem, hogy az egész vírus ugye egy kicsit olyan, mint egy főpróba lenne. Egy főpróbája lenne valaminek, nem akarok ilyen, szóval tudod rólam, hogy nem vagyok egy összeesküvés elmélet hívő, sőt nem vagyok szakember ebbe, de egy kicsit most úgy éreztem, hogy mintha lennének karmesterek emögött valahogy, ezt, ami itt történt, talán nem indokolta volna ezek a számok, amik vannak. Persze lehet, hogy én nézem félre, és hogyha nem lett volna ez az állat mindenütt, akkor már fél Európa beteg lenne, és a 10%-a kipusztult volna, de így kicsit nekem furcsa volt. És az, hogy sikerült leblokkolni az aranypiacot ezáltal, a három finomító által, ez egy tankönyvi példa volt, az arany a végső menekülési eszköz. És ugye a kis befektetők elől teljesen le lett zárva a fizikai aranypiac, mert itt Magyarországon be is zártak a kereskedők, mi maradtunk nyitva, mi is ugye több, tehát van, aki home office-ba dolgozik, és egy-két kollega maradt benne a bankcenterben, de ott is csak nagyobb ügyfeleket tudtunk fogadni. És ugyanez van, beszéltünk német kollégákkal, beszéltünk skandináv kollégákkal, osztrák kollégákkal, ugyanez van, hogy a saját maguk által fölvásárolt aranyat tudják eladni éppen a befektetőiknek, csak amikor ment fölfel a piac, tehát tegnap előttig nem volt eladó. Tegnap előttől már egy kicsi, tegnap már többen, és ma pedig, ahogy jött az optimista hullám, most jó sokan eladtak nekünk, saját régi ügyfeleink, akik 5-6-3 évvel ezelőtt vették, ők sokan eladtak. Tehát azért érdekes az egész aranypiac, mert hirtelen a pénzvilág középpontjába kerültünk, mint az egyetlen fizikai menekülő út, és kiderült, hogy ez a menekülő út, ez le van zárva. Két dolog jutott eszembe. Egyrészt az, hogy ez most nem kritika, hanem inkább kérdés, hogy elég nagy a marzs a vétel és az eladás között, hogyha... Igen, és teljesen köszönöm a kérdést. Nagyon sokan megkritizálták ezt, és vittek is el pénzeket emiatt. Nem tudtunk mit csinálni. Olyan szinten megnövekedtek a költségeink, hogy ki kellett jelentősen tágítani a marzsokat. Amikor felhívok egy nagykereskedőt, és azt mondja, hogy figyelj, adok neked egy kilós rudat, világpiaci ár plusz 8%-on, akkor nem tudok semmit se csinálni. Totál pánik volt a piacon, mondom, napokig tartott, ahogy mondom, a kisbefektetők elől teljesen le volt blokkolva az aranypiac, egyedül London működött, 12,5 kilós rudakat lehet most is vásárolni, de hát kinek van ennyi pénze? Az igazán nagy befektetőknek van csak ennyi pénze. 560 embernek, aki éveken keresztül azért tudott rendesen spezolni. Nem is ez a legfontosabb kérdésem, az, hogy a forint ilyen módon drasztikusan csökken az értéke, pontosan az van, hogy mindenki menekül a forinttól, és maga a forint felvevő piaca az meg ugye nem növekszik, és ezért folyamatosan értékelődik le a forint. A forinttal az a nagy baj, hogy vagy kamatot emelsz, és akkor tönkre vágod a gazdaságot. Hát már nincs mit lassan. Hát reméljük újraindul. És ugye tönkre vágod azokat, akik megint eladósították magukat, sok-sok ember eladósította magát, vagy pedig hagyod gyengíteni a forintot. Tehát ugye melyik ujjamba harapjak, és ugye az MNB-nek ez volt a dilemmája, hát ugye gyakorlatilag ők is egyfajta ilyen válságüzemmódba kapcsoltak. Ezzel most időlegesen sikerült megnyugtatni a kedélyeket, hogy hát egy kvázi burkolt kamatemelésben részesítették a bankokat, hogy ők neki kidolgoztak egy ilyen egyhetes betéti konstrukciót. Hát még ugye a bankokat menti meg a világ, és nem a...
Hát igen, mert attól fél mindenki, hogyha megrohanják a bankokat, a betétesek, akkor tényleg baj van, mert nem jutnak pénzhez, a saját pénzükhöz nem jutnak hozzá, és így is ki kell segíteni a bankokat. Tudjuk, az argentin példa pont erről szólt 2000 tájékán, hogy az emberek csak elmentek volna saját pénzüket kivenni a bankokból, de a bankokból ugye tudjuk, hogy az a pénz nincs is meg, amit mi oda betettünk, mert csak a kötelező tartalék rátát veszik alapul, és a pénzeket elvitték Argentinából, és az emberek ott kopogtattak a kis kanalaikkal, nem tudom mennyire emlékeztek erre a filmre, és hogy szeretnék csak a pénzüket visszalátni. Tehát, hogy én a következő heteket, hónapokat olyan szempontból szeretném optimalizálni, meg optimalistán látni, hogy igenis itt nem arról van szó, hogy most híg pénzt adunk az embereknek, hanem ahhoz, hogy ne menjen ki az utcára, mert ugye addig, amíg tudta csörgetni a kis bevásárló kosarát, minden hónapban be tudott vásárolni, akármilyen minőségi élelmiszer, de ellátta magát. Ez most otthon ül és eszi a kis konzervjeit, a hűtőszekrényt kieszi, de utána nem lesz jövedelme, mert nincs munkája, de nem nyúl senki a hón alá, akkor ez az édes drága 80%-a az országnak, ez föláll és elmegy és éhes lesz, és valamilyen módon megértem őt, mert nem fogja hagyni, hogy a gyereke éhen haljon, ugyanakkor látja, hogy kastélyokban, mindenféle helyeken az emberek megdőzsölnek, ha még itt lesznek akkor. És nem akartam populista lenni ebből a szempontból. Ha ide betolnának egy nagy lakáspénzt, ez is egy jó kérdés, lenne áruhalap hozzá, tudod, mert hogyha a gazdaság leáll, és kívül is a multi, mert Németországban is áll a gazdaság, és Franciaországban, ez egész EU káóban van ilyen szempontból, ha van pénzed, de nem is lesz árud, ugye, mert nem csak az aranyra játszották ezt el, akkor milyen jövőt lát itt egy pár hónapon belül? És nem megint összeesküvés elmélet, hanem a saját megérzéseid érdekesek. Hát újra kéne induljon a turizmus Magyarországnak nagyon fontos bevétele. Tehát ugye azért a forintot azért az erősen támasztja. Újra kéne induljon az autóipar, ugye az export. Nagyon fontos exportbevételek. Tehát ha ezek nem tudnak elindulni, akkor a forintnak a gyengülését sajnos nem nagyon lehet megállítani. Mikor fog beszakadni? Egy ilyen kifejezés? Hát, figyelj, verbálisan lehet interveniálni, ugye 370-nél, 390-nél, 400-nál, tehát ezek ilyen szintek, de hát be kellene indulni ennek a két területnek nagyon erősen, az exportnak, és be kéne indulni a turizmusnak, ami hozza a pénzt. Ha meg akarják védeni a forintot, akkor meg kell emelni a kamatokat. És a kamatemelés viszont, ahogy az előbb elmondtuk, az gyakorlatilag még jobban elassítaná a gazdaságot, még jobban. Tehát nem hiszem, hogy ezt az utat járnák. Én úgy gondolom, hogy lassan eljön az a pont, amikor Európában is egyre nehezebb lesz otthon tartani az embereket. Szóval én optimista vagyok, hogy ennek azért vége lesz egy másfél hónapon belül. Hát inshallah, hogyha finoman akarok fogalmazni. De már nehezebben vagyok optimista, mint korábban. Jó, nézd ide, nem biztos, hogy a legszerencsésebb szegmens tudtam kiragadni a magyar gazdaság vérkeringésébe, de igazából nem is találtam olyan cégvezetőt, akinek ilyen rálátása lenne a világra, mint te, és gyakorlatilag az, hogy az emberek ennyire elvesztették a bizalmukat a papír, a lufi pénz, ugye, mert a forint is valahogy lufi pénz. Hát a forintról is azért még beszéljünk még egy szót, mert ugye a forintot ugye a bankok spotpiacon kereskedik egymással, tehát ez normálisan a spot, ez azonnali piac, tehát azonnal elszámolandó piac. Két nappal később számolják el, de most kereskedik le, és ez normálisan úgy szokott kinézni, hogy mondjuk 356-on vesz az egyik bank, és a másik egyik oldal 356-on vesz, és 356-20-on ad. És ez a
marzs, ez a bankközi marzs, ez egy pillanat alatt szétesett, és napokig így pattogott oda-vissza a forint, és egy olyan másfél-két forintra szétnyílt. De nagyon rég láttunk ilyet, tehát amikor a Gold Reserve-nak a marzsairól beszélünk, akkor ugye pont ezek játszanak be, tehát hogyha nekem vennem kell és eladnom kell, akkor már nem 20 fillérbe kerül a forintváltás, vagy 40 fillérbe, hanem másfél-két forintba rögtön. Az aranyról meg ne is beszéljünk, azt már az előbb átbeszéltük. Tehát ezek mind olyan anomáliák, amik egy zavarokkal küzdő piacra jellemzőek, és likviditási problémák előfordulására utalnak. Ugye azt mondod, hogy az arany ára is egekbe fog menni, mert ahogy inflálódik a forint, ahhoz képest folyamatosan, hol fog ez menni? Én azt gondolom, hogy amíg a recessziótól tartunk, tehát amíg nem nyugszanak meg itt a kedélyek, tehát nem múlik el úgy a vírus, hogy kezelhető legyen, mert ez a, hogy mondjam, ez a vírus körüli egész valami, aminek a 70% ugye média, amíg ez nem cseng le, addig nem biztos, hogy az arany nagyon nagyot tud emelkedni. Mert ugye az a hatás, amit már korábban is mondtam, hogy 2008-2009-ben először az volt, hogy az arany, mint likviditási eszköz, ahhoz nyúlok, ami gyorsan el tudok adni, és ekként funkcionál. Viszont amikor majd, és reményeim szerint ez így is lesz, remélhetőleg július környékén, tehát én javíthatatlan optimista vagyok ezek szerint, akkor újraindul a turizmus, újraindul sok minden gyár. Hát az építőiparra gondok lesznek, mert ott azért túlkapacitások vannak, egy csomó eladatlan lakás, ügyfelei mondják, hogy félbehagyott építkezések lesznek. Tehát lesz olyan szektor, ami nagyon nehezen fog újraindulni. De amikor ez elindul mégis, akkor, és ezek a stimulusok éreztetik a hatásukat, akkor az arany nagyon komoly meredek, vagy emelkedő pályára állhat. Ugyanez volt egyébként 2010-11-ben, tehát gyakorlatilag ahány százalékkal több pénz volt a forgalomban, annyival emelkedett az aranyára. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem a következő felmenetelben itt a 2000 dollár per uncia meg fog dőlni, és szerintem fölé fogunk menni, 2000 dollár per uncia fölé. Most ugye 1600 és 1650 között mozorgunk mostanában, tehát dollárban számolva is még bőven-bőven van tér, és azt hiszem, hogy ez egy másfél éven belül be fog következni. Van egy sokkal rosszabb olvasata is a történteknek, én erre csak egy 20-30% esélyt adok, hogy a tőke igazán menekülni kezd, és amit egy pár napig most láttunk, és kiszívja az összes aranyat a piacról, és ugrik az aranyár. Tehát arra leszünk figyelmesek egy hajnalban, hogy felkelünk, és 20%-kal följe van az árfolyam, kitör a pánik, fizikai arany az gyakorlatilag nem nagyon van, és elkezdik kiszívni a londoni készleteket is. Na hát ugye ezt ugye... De az jegybankok, amúgy az a jegybankoknál van az öme, tehát az most úgy van, 8300 tonna van Londonban, abból azt hiszem, hogy 65%-a a jegybankoké. Tehát ha a jegybankok nem adnak el, és úgy döntenek, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bank is úgy dönt, hogy hát igaz, hogy sok az átértékelési nyereségem ezen a 30 tonnán, ami van az országnak, de mégse adom el, mert hogyha itt megnyomja valaki egyszer a reset gombot, és tényleg a dollár bedől, akkor csak az aranyra tudunk számítani, mint újraindulásra, és ezért nem fogják eladni a jegybankok az aranyat, mert nekik van még aranyuk, amit el tudnának adni.
Oké, okay. Ugyan egyféleképpen gondolkodunk, hogy itt mindenki erre a reset gombra számít, hogy játszunk itt a vírussal, játszunk, hogy majd újraindítjuk a gazdaságot, de igazából ki lukat a lufi, ez most vagy lehet érezni, vagy nem a levegőben, és hamarosan a világ újra akar indulni, és ennek az új pénznek az alapja csak megint aranyfedezet lehet, és nem lehet még egyszer eljátszani a világgal, hogy orba szájba nyomjuk a pénzt fedezet nélkül, és láttuk, hogy mivé lett a világ. És nagyon reméljük, hogy nem azok az emberek fogják ezt az új világot újra kezdeni, akik idáig eltolták ezt a szekeret, amiben nagyon sokan most küzdenek az életükért, meg a fennmaradásukért. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Gergely, vagy Gergő, vagy Juhász Gergely újra konklúd. Köszönöm, hogy így, itt, hát mondjuk nem hagyományos körülmények között is, így azért tudtam beszélni. Remélem, mindenlőtt találkozhatunk, és még kezet is foghatunk, és köszönöm, hogy rávilágítást adtál az egész dologra, mert nem csak ebbe az aranyban van ez így, hanem próbáljál meg, mit tudom én, egy drótháló készítővel, vagy egy szakáccsal, vagy bárkivel beszélgetni. Ő neki... Felértékelődnek a helyi piacok. És pont azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogy akár Pest környékén is ott lenne egy, mondjuk egy olyan faluba, ahol bejárnak az emberek dolgozni, de lenne egy helyi gulya, lenne egy helyi junyáj, egy helyi csirkefarm, mondjuk, ahol mondjuk én meg tudok venni 5 darab birkát, meg 2 darab tejelő tehenet. Igaz, hogy nem én vigyázok rá, bár Juhász a neve, de nagyon szívesen, mivel más szakmában dolgozok, azért beszállnék ebbe, és hogyha egy ilyen esemény van, mint most, azért akkor nem egy esetleg lepusztított Tesco-ba kell bemenni, hanem valamiféle helyi ellátás létezne. Szóval nem lenne, tehát újra kéne ezeket a élelmiszerelosztási modelleket gondolni, és egyúttal sokkal egészségesebb élelmiszerekre lenne szükségünk. Lassan most már tényleg egy óráig beszélünk, csak egy mondatot. Tehát akinek éppen nincsen aranyeladási lehetőség, és nincs pénz a kezébe, és egy ilyen zárt közösségben él, ő tudja odaadni a saját fizikai munkáját azért a krumpliért, vagy egy szelet kajraért, és nem feltétlenül a pénznek van kiszolgáltatva, de ha van otthon húzsák krumplia, vagy bármilyen, most mondtam egy dolgot, akkor ebbe a cserekereskedelembe tökéletesen ellátják. Én is olvastam egy statisztikát, hogy egy falu, az ott élő vállalkozók, meg termelők, stb. Általában 75%-ban a saját környéküket dolgozzák és látják el. Tehát ott meg ki lehetne hagyni ezt az irdatlan pénzforgalmat, ami egyszerűen most 200 forint lesz egy tojás, akkor a tojást elcseréli egy... Micsoda légszennyezése szállítani ugye ezt a rengeteg... Okay, új alapokra kell helyezni az egészet, és ezek a belső pénzek, ha nem lesz ilyen belső pénz, ami nagyon gyorsan szükség lenne a forint védelmébe, akkor az ilyen kis közösségek kezdjenek el önmagukba kereskedni, gondolkodni a túlélés miatt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hamarosan más fantasztikus szakembereket is szeretnék majd a virtuális stúdiumba meghívni. VNTV-t láttatok, Juhász Gergely úrra beszélgettünk. Vigyázzatok magatokra. Én nem mondom, hogy maradjatok otthon, te tudjátok, hogy mit kell csinálnotok. És hogyha van egy kis fölöslegetek, akkor osszátok meg azokkal, akikkel már látjátok, hogy nekik már nincsen. Tehát ez egy kis üzenet a részemről, magam is ezt teszem, amikor megtehetem. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm neked, és itt voltál, Gergő. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Szép napot, viszontlátásra.